Elballagtak, búcsúztak a középiskolások, a nyíregyházi Vasváriban 177 végzős köszönt el az Alma Mátertől. Még drága, elindult a szamóca szezon, egyelőre azonban még borsos ára van a hazai termesztésű gyümölcsnek. Turisztikai vonzerő és munkahelyteremtés, 3,5 milliárdos állami támogatással épült fel Tokaj új 5-csillagos szállodája. Bár az elmúlt hétvégén már tartottak ballagásokat, de országszerte így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is pénteken búcsúztak el a legtöbb középiskolában alma máterüktől a diákok. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban 177-en járták végig a tantermeket és a folyosókat, hogy aztán hétfőn a magyar írásbelivel elkezdjék az érettségi vizsgákat. A vasvári aulájában a 9-esek készülődnek, hogy majd átadják a tarisznyákat, az udvaron pedig szikrázó napsütés és kellemes tavaszias idő, színes, nagyra fújt lufik, és sok hozzátartozó feszült figyelme várta a ballagó 12-es diákokat. Először a zászlókat hozták ki a fiatalok az épületből, közben jelképesen szólt a csengő, aztán már a végzősök vonultak gerberával a kezükben, a jól ismert dallamokkal kísérve. ...177-12-es tanulóvállára kerül fel ma délelőtt a ballagást szimbolizáló tarisznya, tele a 4 év emlékével, tapasztalatával és természetesen tudással. Több mint 50 kitűnő tanuló, körülbelül 40 jeles tanuló végez a 12-esek közül, és körülbelül 120 nyelvvizsga jelenti azt a lehetőséget, hogy többet ponttal tudnak élni majd a diákjaink a felvételi során. Egy érzelmekkel teli héten vagyunk túl, hiszen egy fantasztikus hangulatú közös ballagás zajlott a héten, és hát a búcsú az osztályfőnököktől, szaktanároktól. A végzős diákok ilyenkor megtorpannak, és néha könnyes szemmel gondolnak vissza az első napra, amikor megkezdték tanulmányaikat a középiskolában. Az itt töltött 4 év alatt nem csak hasznos tudást szereztek a diákok, szoros barátságok szövődtek, és sokan kiforrott személyiséggé is váltak az évek alatt. Amit magammal viszek az, hogy milyen emberré lettem. Rengeteget tanultam az itteni tanáraimtól, azt, hogy hogyan legyek magabiztos, hogyan viselkedjek az életben. Igazából új személyiséget kaptam, rengeteg új dolgot tanultam itt, ezt viszem magammal a továbbiakban, és ha minden úgy sikerül, ahogy szeretném, akkor Debrecenbe szeretnék menni jogász szakra majd következő évtől. A pénteki ünnepségen külön köszöntötték a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium igazgatónőjét, akinek ez volt az utolsó ballagása, hiszen a tanév végén nyugdíjba vonul. Az alsó B folyamos diákok pedig Márti dalával búcsúztatták végzős társaikat. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit. Így a szezon elején borsosáron, de már vásárolható a hazai szamóca a gyümölcsárusoknál. Az egyik vármegyei termelő azt mondta, a jó minőségért idén még inkább meg kellett dolgozni, hiszen nagy volt a kockázata a gyümölcs gombás fertőzésének. Nem a fertőzés miatt, de érdemes alaposan megvizsgálni a földi epret vásárláskor. Egyes kereskedők ugyanis nyerészkedni próbálnak azzal, hogy hazaiként adják el a gyengébb minőségű külföldi árut is. 4 fűtetlen fólia sátorban, összesen 2500 négyzetméteren termesztik a szamócát ezen a nyírpazonyi ültetvényen. Jól látható, hogy a gyümölcsök nagy része még zöld színű, a már érett terméseket pedig a hét elején kezdték el szüretelni. Az már most megállapítható, hogy az utóbbi évek átlagához képest jó minőségben és megfelelő mennyiségben terem az idei földi eper. Legalábbis azoknál a termelőknél, akik a drasztikusan megdrágult alapanyagokat és növényvédőszereket a mostani szezon előtt is alkalmazták.
Tavaly, amikor véget ért a szezon és elkezdődtek a palántanevelések, akkor azért már igencsak elkezdtek felfele kúszni az alapanyagárak. Ez nagyon sok palántanevelőt visszafogott a addigi termelési mennyiségébe, így nehezebb volt beszerezni jó minőségű palántát, azt, amit meg be lehetett szerezni, eleve magasabb áron lehetett beszerezni. Ehhez jött még az, hogy ugyan elhúzódott ez a vénasszonyok nyara, tavaly egész jó idő volt még, de a napsütéses órák száma nem volt túl sok, így általánosságban, akikkel beszélek más termelőkkel is, az a jellemző, hogy bizonyos fajtákon nagyon jó mennyiség van, de a nagy átlag mégis az, hogy kevesebb hazai szamóca lesz idén, mint mondjuk tavaly volt. A fűtetlen fóliasátorban termesztett hazai szamóca ára most a szezon elején fajtától függően 2500 és 3500 forint között mozog a nagybani piacokon. A hazai termés helyzetét ugyanakkor kedvezőtlenül érinti a külföldről behozott földi eper. Ezt ugyanis sok kiskereskedő próbálja magyar szamócaként eladni, holott minőségük nem betegszik a hazai gyümölccsel. A magyar szamóca jelenleg jobb minőségű, mint az import. Jobb az íze, frissebb is, és emiatt viszonylag magas áron forgott a nagybani piacon. Tehát egészen a múlt héten is még ilyen bruttó 3 és 5 ezer forint közötti árakról lehetett hallani a nagybani piacon. Úgy gondolom, hogy a hétvégi jó idő, és ez a hét ez valószínűleg egy picit az árat már elkezdi lefelé mozdítani. Ha megfigyeljük, akkor minden évben az zajlik le a magyar szamócával, hogy május során hétről hétre nő a kínálat, egyre több szamóca érkezik a magyar földekről a piacokra, és azáltal szép lassan csökken az ára. Mindenféleképpen azt el kell mondani, hogy ha a fogyasztó jelenleg magyar szamócával találkozik, ami mondjuk ilyen 1000-1500 forint, vagy mondjuk körüli áron van, ott mindenféleképpen felmerül a gyanú, hogy az úgy magyar, hogy a kereskedő az valamilyen importárut magyarított. Fekete Viktor azt mondja, a változékony időjárás miatt a gyümölcs fertőződés ellen is többet kellett idén védekezniük, emiatt is borsosabb a szamóca ára a szezon elején. Arra ugyanakkor ma már a termelők is figyelnek, hogy csak olyan kiskereskedőknek adják el a gyümölcsöt, akik nem csapják be később a vásárlókat. Korábbi évekhez képest sokkal intenzívebben kellett védekezni. Ilyenkor mindig jön a kérdés, hogy hát akkor mégis mennyi növényvédőszer tartalmaz a szamóca, mert hogy ettől mindenki fél. Én azt szoktam mondani, hogy az a termelő, aki egy jelentős összeget befektet, majd egy egész család egy teljes évet dolgozik vele azért, hogy legyen termésmennyiség, az nem kockáztatja meg azt, hogy tönkre menjen a befektetése, az egész évi munkája, illetve a becsülete azért, hogy olyan növényvédőszert használjon, ami utána káros akármire, főleg, hogy egyébként mi is azt tesszük. Úgyhogy ha valaki betartja az élelmezésügyi várakozási időket, illetve a szabályos felhasználást, akkor nincsen semmi probléma. Az már más kérdés, hogy ezt a piacokon, az útszéleken ki hogyan tudja lekövetni, mert sajnos nem feltétlenül mindig az van a ládába, ami a címkén szerepel. A szamóca ára egyébként nem maradt tartósan 3000 forint körül. A korábbi évekhez hasonlóan május második felétől fokozatosan 2000 forint alá esik az ára, különösen akkor, amikor a szabadföldön termesztett eper is megjelenik a piacokon. A térség legnagyobb ötcsillagos szállodáját adták át Tokajban, a 4 emeletes 100 szobás hotel a Hegyalja világörökségi borvidékén épült. A wellness részlegen kívül egy 150 fő befogadására alkalmas rendezvényházat is kialakítottak a területen. A szálloda építését közel 3,5 milliárd forinttal támogatta a kormány. Egyedülálló környezetben, a Csurgóvölgyben egy korábbi andezit bánya területén nyílt luxusszálloda Tokajban. A közel 10 milliárd forintos beruházás nem csak a térség turisztikai vonzerejét erősíti, hanem a foglalkoztatást is növeli. Én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül fontos üzenet. Természetesen sok munkahelyet is létrehozott, és nagyon sok helyi dolgozik itt, és ez egy nagyon-nagyon kiemelkedő dolog. Munkahelyek létrehozása az mindig fontos a térségben. És mi pedig azon dolgozunk, hogy minél több olyan infrastruktúrát építsünk ki, amellyel az ide látogatókat még jobban arra tudjuk biztatni, hogy válasszák Tokajt és térségét. Kerékpárút hálózatot alakítunk ki, és gyakorlatilag nagyjából egy hónap múlva már az
az egész Kopaszhegyet körbe lehet majd tekerni biztonságosan. Szerencsig megépítettük a 37-es út kétszer kétsávosabb bővítését, és fejlesztjük a víziturizmust, a bodrogparti sétány. Gyakorlatilag ezek mind-mind olyan hívó szavak, ami azt gondolom, hogy fontos, hogyha az ember a szállodába is ide érkezik. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak, hogy egy jelentős összeggel támogatta ezt a beruházást. Az ötcsillagos szállodát Lázár János építési és közlekedési miniszter adta át, aki azt mondta, a kormány célkitűzések kettős ebben a térségben. A Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen övezetben egy versenyképes gazdasági zóna kialakításán dolgoznak. Az átfogó fejlesztéseket pedig turisztikai beruházások is kísérik. A Magyarország kormánya nagy erőforrásokat mozgósít annak érdekében, hogy a vidék számára lehetőséget teremtsünk. Mi úgy gondoljuk, hogy Magyarországon a gazdaságfejlesztés szempontjából a tartalékot a vidéki térségek, elsősorban a peremtérségek jelentik. Ez alatt értem az északkeleti, keleti, délkeleti országrészeket, többek között a zempléni részt is, ahol az országos átlagnál nagyobb a munkanélküliség, kisebb a kereset, jóval kisebb a gazdasági növekedés, mint eddig volt. Ennek egyik fontos tartópillére lesz ennek a fejlesztő munkának a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc gazdasági övezet kialakítása, amin a kormány intenzíven dolgozik, külföldi befektetők, hazai gazdasági szereplők és természetesen adófizetői 1000 milliárdos nagyságrendű forintok mozgósításával. Ez az egyik tartópillér. A másik, azt szeretnénk elérni, hogy a magyar választópolgárok, amikor pihenni mennek, akkor Magyarországon töltsék a szabadidejüket, ne csak a Balatonnál, hanem az ország különböző pontjait is képesek legyenek megtalálni, föltárni. Az egy nagyon fontos és jó dolog, hogyha a magyar családok Magyarországon pihennek, és ezzel egyébként szolgáltatásokat vásárolnak, itt költik el a pénzüket. Minden szállodai fejlesztést támogattunk az elmúlt évtizedben, amely vidéki szálláshely bővítésre vonatkozott, mert azt gondoljuk, hogy például Zemplén és a Tokaj számára a kitörési pontot az iparfejlesztés mellett döntő mértékben a turizmus és a turisztikai szolgáltatások növelése jelenti. Ennek érdekében a kormány ehhez a szállodához és más szállodákhoz is támogatást biztosított a térségben. A hotel építését a Kisfaludi Turisztikai Fejlesztési Programból közel 3,5 milliárd forinttal támogatta a kormány. A szálloda szolgáltatásait bővítő rendezvényházra további 1 milliárd forintos állami forrást adtak. Novembertől újra látogatható lesz az Andrássy kastély Tiszadobon, a településen fejlesztik a szabad strandot és vízi tanösvényt is kialakítanak. A holtágnál eddig is sokan fürdőztek, de most kiszolgáló és közösségi tereket is kiépítenek. A fejlesztés része a nyíri mezőségi top turisztikai programnak. Csendesen fodrozódik a folyó Tiszadob mellett. Azért sem erős a sodrás, mert ez egy holtág. Az 1846-os Tisza szabályozás után alakult ki, amelyről emlékmű is tanúskodik, mondta 35 perc című műsorunkban Bán György polgármester. A Tiszadobon mindenki a település közepén vagy a településen keresi az úgynevezett Tisza szabályozási emlékműveket. Viszont ezek a Tisza szabályozási emlékművek nem Tiszadob belterületén vannak, hanem Tiszadob belterületéhez 2 kilométerre a Tisza folyónak a bal töltésén van kiépítve egy 3-as emlékmű, ugye megtalálható a Széchenyi emlékmű itt, megtalálható az Andrássy emlékmű, és ugye megtalálható, úgy hívjuk, hogy vásárhelyi emlékmű, tehát ugye van a ötletgazda, van a tulajdonképpen a területgazdája, és van a kivitelezés tervezője, akik megálmodták ezt a Tisza szabályozást. És tulajdonképpen 1846-ban itt Tiszadobnál történt ez a Tisza szabályozás, és ahogy elmondtam, ebből a Tisza szabályozási kunkorból kimaradt egy 86 hektáros rész, azt ugye Állótiszának is hívjuk, régiesen Holtiszának. Na itt van ez a strand. A nyíri mezőségi programban szereplő fejlesztés célja, hogy vonzóvá és bejárhatóvá tegye a holtágat a turisták számára. Ezért kerékpárokat és sárkányhajókat is beszereznek. Ha ezt a turisztikai pályázatot összefoglalnám, akkor 3-as felosztásba lehetne megemlíteni. Az egy első az, hogy ehhez a szabad strandhoz építettünk egy úgynevezett közösségi fogadóteret parkolókkal. Felújítottuk a helytörténelmi gyűjtemények házát, és beszereztük több mint 12 millió forint értékbe azokat az eszközöket, amelyek a Tiszadobra látogató turistának a szórakoztatására,
alkalmasak, illetve ezekkel az eszközökkel, itt a kerékpárokra gondolok, meglátogathatják tulajdonképpen a külterületen lévő történelmi emlékműveket. Mert legyünk őszinték, a Tisza szabályozása az a magyar történelemnek egy csücske, egy része, és hát nagyon sok ember van ebben az országban, de országhatáron kívül is, aki hallott, olvasott róla, hogy hol kezdték a Tiszát szabályozni, de hogy pontosan hol van az a 0-0 pont, hát az a 0-0 pont ott van, ahol ez a három emlékmű körül veszi, és hát bizony ide elmennek és meglátogatják. A program jól illeszkedik a településen álló Andrássy kastély korszerűsítéséhez. A más forrásból a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Felügyeletével zajló belső felújítás után várhatóan idén novemberben nyitja meg kapuit a kastély Tiszadobon. Ünnepi díszbe öltöztetett traktorok lepték el Máté Szalka utcáit, a mezőgazdasági gépeket a Baross László mezőgazdasági technikum és szakképző iskola végzős diákjai vezették, akik így búcsúztak intézményüktől. A középiskolában idén három osztály fejezte be az agrárszakmák tanulását. Egymás mellett parkoltak a feldíszített traktorok a Máté Szalkai Baross László mezőgazdasági technikum és szakképző iskolájának udvarán. Az intézmény végzős diákjai rikító sárga pólóba öltözve várták, hogy a volán mögé üljenek. El is indult a konvoj, ellepték a mezőgazdasági gépek a város utcáit. A tanulók szimbolikus felvonulása azt jelezte a Sárgulás nevű rendezvényen, hogy az utolsó heteket töltik a középiskolában. Szeretnének elbúcsúzni ilyenkor az iskolától, a várostól, a nevezetes helyektől, és talán mondhatom azt, hogy azért is sárgulás ennek a neve, mert ugye hát nagyon régre visszanyúlik már ez a hagyományőrző tevékenység, mert talán megérnek, mint a búzakalász, és így a nagybetűs életbe ki tudnak menni, tudják hagyni a mögöttük az iskolát, a szakmai tudásukat tovább tudják kamatoztatni esetleg egyetemen, főiskolán. És talán ez is fontos, hogy lássa azt a város, lássák az érdeklődők, hogy igen, itt élet zajlik ebben az intézményben. A Baross iskolában 3 és 5 éves képzésekre jelentkezhetnek az általános iskolát befejező tanulók, a mezőgazdasági technikus, a mezőgazdasági gépész, a mezőgazdasági gépész technikus, a kertész, valamint a gazdaszakmákat oktatják az intézményben. Az iskola célja, hogy folytassa az elmúlt jelentkezési időszakban megkezdett tendenciát, azt, hogy évről évre többen válasszák ezeket a területeket. A számok az iskolában az elmúlt évhez képest hál' Istennek növekedtek, majdnem a duplájára emelkedtek a jelentkezések száma. Nagyon kiemelkedőnek bizonyul a gépészet technikumi terület, ugyanakkor a gazd és a kertészeket sem kell félteni, tehát ez a 4 terület, amit mindenképpen preferálnak. Tény, hogy egy picikét visszatartja az embereket az, hogy mezőgazdaságról van szó, ugyanakkor én bízom benne, és látom azt, hogy fejlődni fog ez az ágazat, és egyre több jelentkező fog az intézménybe jelentkezni. A Máté Szalkai Baross László mezőgazdasági technikum és szakképző iskolában idén 3 osztály fejezi be a szakmatanulást. Kiesett Kovács Rihárd a taskenti ökölvívó világbajnokságon, az NVSC Big Boxing 63,5 kilós versenyzője a francia Luné Hamraoui ellen lépett szorítóba és szenvedett pontozásos vereséget. A következő 5 mérkőzésen dől el, hogy a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks benn marad-e a legmagasabb osztályban. Az alsóházi rájátszás a jövő héten folytatódik a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában. A kék cápák szerdán 18 órai kezdettel az atomerőmű esélyt fogadják a Continental Arénában. Fél idejénél tart az alsóházi rájátszás, és még él a remény a Nyíregyháza számára. Darko Radulovics együttese az első kört 1 győzelemmel és 4 vereséggel zárta. Mint Mohácsi Máté elmondta, egy kis szerencsével lehetne jobb is a mérleg. Volt egy nagyon fontos mérkőzésünk itt a Kaposvár ellen, amit pár ponttal
elveszítettünk. Sajnos így utólag is visszanézve a mérkőzést, nagyon komoly játékvezető hibáknak köszönhető volt ott a vereségünk, illetve az egyik legjobb játékosunk nem tudott ott pályára lépni Erik Kopp személyében, de nem csüggettünk, és a következő honvédelmi hazai mérkőzést, ami azt gondolom, hogy egy sorsdöntő, mindent befolyásoló mérkőzés volt, 20 pontos előnyt leadva, de végül 3 ponttal sikerült megnyernünk. Összességében azt gondolom, hogy elégedettek nem lehetünk, hiszen csak egy győzelmet értünk el, de a másik csapat, a honvéd, aki szintén egy győzelemmel végzett, az egymás ellenében ugye javultunk ellenük, úgyhogy egy picivel talán közelebb vagyunk a célunkhoz. A tabella élén az oroszlány áll 14 ponttal, megelőzve a szintén 14 pontos atomerőmű esélyt. A Nyíregyháza 7 ponttal az utolsó helyet foglalja el. A bennmaradás sorsa az utolsó 5 mérkőzésen dől majd el. Biztos, hogy lesznek furcsaságok, de ebben nem lehet kapaszkodni, hiszen ellenünk, illetve a honvéd ellen is fognak olyan csapatok játszani, akiknek már majdhogy nem minden mindegy. Biztosan bennmaradtak, talán el is engedtek egy-két játékost, de erre nem lehet alapozni. Minden csapat hazai pályán nyerni akar, ezt 100%-ig biztos vagyok ebben, úgyhogy ebben se kapaszkodhatunk. Annyi szerencsénk van talán, hogy nekünk 3 hazai mérkőzésünk van, illetve 2 idegenbeli, köztük a honvéd elleni kikimeccs. A bajnokság végéhez közeledve már mentálisan és fizikálisan is fáradtak a játékosok. Ilyenkor már egy nagy csodát nem lehet tenni. Úgy döntöttünk a szakvezetéssel, hogy kapnak egy hosszabb pihenőt a srácok, hiszen 2 hét alatt játszottak 5 mérkőzést. Az előző 3-4 nap a regenerációról, a rehabilitációról, a pihenésről szólt, és most hétfőtől újult erővel 3-4 nap kemény edzés után vágtak újra a munkába a fiúk, illetve jön a finom hangolás, hiszen már szerdán folytatódik a következő kör. A kék cápák szerdán 18 órai kezdettel az atomerőmű esélyt fogadják a Continental Arénában. A 6. fordulóban a Szeged az oroszlány, a budapesti honvéd pedig a Kaposvár ellen lép pályára. Az Üllői úton lép pályára szombaton a kisvárdai futballcsapat, Milos Kruscsics 7. helyen álló együttese az NB1 30. fordulójában a listavezető Ferencvároshoz látogat. A forduló további párosítása a következő: Budapest Honvéd Kecskemét, Újpest Vasas, Paks Debrecen, Zalaegerszeg Puskás Akadémia és Smol Fehérvár FC Mezőkövest. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Pénteken országszerte, így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is elballagtak a középiskolás diákok. A nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban 177-en köszöntek el alma máterüktől. Hétfőn a magyar írásbelivel elkezdődnek az érettségi vizsgák. Elindult a szamóca szezon, egyre nagyobb mennyiségben jelenik meg a piacok és kiskereskedő kínálatában a hazai termesztésű gyümölcs. Az ára még igencsak magas, körülbelül 3000 forintot kérnek el 1 kg-ért. Ezt próbálják kihasználni azok a nyerészkedő árusok is, akik a gyengébb minőségű külföldi gyümölcsöt vegyítik a magyarral. Érdemes tehát odafigyelni vásárláskor. Egyedülálló környezetben, a Csurgóvölgyben, egy korábbi andezit bánya területén nyílt luxusszálloda Tokajban. A közel 10 milliárd forintos beruházás nem csak a térség turisztikai vonzerejét erősíti, hanem a foglalkoztatást is növeli. Május 5-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Szombaton fátyol és gomoly felhős idő várható, délfelé haladva egyre több napsütéssel. Ugyanakkor észak-nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, záporra, helyenként zivatarra lehet számítani. 20 és 23 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap a nap második felében nyugat felől elkezd megnövekedni a fátyol felhőzet. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, napközben 18-20 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.